sajnos nem mi rendeztük, résztvevők vagyunk ezen a tüntetésen, autóhiteleseknek érdekében és a fogyasztási hiteleseknek érdekében tüntetnek. Gyakorlatilag úgy éreztük, hogy itt kell lennünk a Nem adom a házam mozgalom, a kompánycsoport, tehát az otthonvédelmi szervezeteknek is. Ez nagyon fontos, mert egy fogyasztási hitelből vagy autóhitelből is ugyanúgy elvehetik valakinek a házát a végrehajtási eljárásban, és ez lehet bármilyen kis összeg is, hiszen a törvényeink azok sajnos jelenleg ezt lehetővé teszik. Igen, mert hogy egyre feszültebb a hangulat, amíg beszéltünk szépen, évek óta kérjük szépen, én például már 2009 óta balhézok a bankkal, kértem őket, felhívtam a figyelmet, hogy jogilag ez hogy van és nincs rendben, ezt meg sem hallották, és amióta a súlyos mondatokat mondunk, azóta érdekes módon elkezdenek meghallgatni minket. Hogyne, lehet, ez kizárólag azt fordulhat elő, hogy el kell törölni az összes devizahitelt és kártalanítani az embereket. Ugyanis nincs, nem tudnak az emberek már fizetni, tehát bármilyen masszatolás a forintosítással, meg vagy ilyen árfolyam, meg olyan árfolyam, oda jutnánk, hogy nem tudják fizetni az emberek. És teljesen mindegy, hogy forinton nem tudja fizetni, vagy így nem tudja fizetni, és kirabolták az országot, nincsenek munkahelyek, tönkrementek egészségek, gyakorlatilag nincs miből fizetni az embereknek. Érségsztrájk Orbán Viktor házánál, tegnapi napon a bíróság úgy döntött, hogy a rendőrség jogszerűtlenül tiltotta meg az érségsztrájkot, ezt időben megkifogásoltuk, így lehet az érségsztrájk, 3-án kezdünk 9 órakor, 72 órás érségsztrájk, utána beszédek fognak elhangzani, majd 6-án pénteken újra végigvonulunk a városon, újból bankot fogunk plakátolni, ez egy vonulás lesz autókkal és gyalogosan is. Utolsó figyelmeztetés lesz, utána drasztikus fellépések várhatók. Bármi belefér, polgári engedetlenség és akár kisebb bűncselekményeket is be tudnak vállalni azok az otthonvédelmi tagok, akik elhívtak ehhez. Póka László, nem adom a házamat mozgalom. Köszönöm. Köszönjük.